Tea? Oh, yes, please. A világ egyik legismertebb és talán legaranyosabb teázós jelenete Erzsébet királyné platina jubileumán készült 2022-ben. Vitathatatlanul a brit kultúra szerves része, a délutáni tea. Oh, terribly sorry. Kint éltünk 5 évig Írországban, ahol nyilván ezek az angol száz hagyományok nagyon erősen élnek. Itthon is sokan ismerik ennek az afternoon tea-nek egyébként a hagyományát. Mivel ezt egy nagyon pozitív élménynek éltük, meg azt gondoltuk, hogy itthon is ez egy nagyon jó kis ilyen esemény lenne. Az 1840-es években kezdett az afternoon tea kialakulni. Anna Bedford hercegnőjéhez vagy duchesshez köthető. Rendszerint az angol úri körökben este 8 órakor volt vacsora, és akkor megéhezett ilyen 4-5 óra körül. Úgyhogy ő kezdte el ezt a hagyományt, hogy teát, illetve akkor még csak kenyeret, illetve ezt a scone-t kérte be a szobájába. Az afternoon tea története a viktoriánus Angliába visz tehát bennünket vissza, abba az időszakba, amikor a gyarmatoknak és az ipari forradalomnak hála virágzik az ország. Sok konyha technológiai fejlesztés is történt, mindez az étkezési szokásokon is változtatott. Egy asszony délutáni úri mulatsága máig velünk élő kultuszt teremtett. 3 részből áll. Az első ugye ezek a finger szendvicsek, lazacos, uborkás, sonkás szendvics, angol sütemény, ez a scone, édes pogácsa. Manapság már leggyakrabban vajjal és lekvárral szolgálják föl, de ez is az eredeti recept szerint clotted cream-mel szolgálta föl. A tetején petit four-szerű süteményeket szolgálják föl. Én nagy Downton Abbey rajongó vagyok, úgyhogy nekem onnan is szoktak jönni az ihletek. Részben a regényeknek, részben a filmeknek is köszönhető, hogy a legendák is fennmaradnak. Ilyen az is, hogy a teát tejjel fogyasztják, és általában mindig a tejet töltik a csészébe előbb. Én először a délutáni teázásokról olvastam tulajdonképpen, én nagyon-nagyon szeretem Jane Austennek a regényeit, és ugye abban természetesen nagyon sok délutáni teáról hallhatunk. Aztán természetesen Angliában meg tudtam ezt tapasztalni, amikor kint éltem. Nagy különbségek vannak, vannak ugye high tea, ami tulajdonképpen egy sokkal elegánsabb, például ott láthatunk valószínűleg egy ilyen porcelán szettet. Ezt a darabot egy régi antik vásárban találtam, Bath Angliában, és jelenleg szerintem a kollekciómnak ez az egyik legkülönlegesebb darabja. A teja természetesen egy mód arra, hogy az emberek összeüljenek és élvezzék egymás társaságát. A teázáshoz szép porcelán és szép ruházat dukált. Állítólag a tisztálkodási szokásokon is javított az afternoon tea elterjedése, hiszen aki látogatóba ment teázni, az kicsinosította magát. Délután volt illő látogatóba menni, de ennek is volt kerete, minden család meghatározott egy fogadónapot, amikor ő várta a vendégeket, amikor fölöltöztek, elkészültek, újdonság, a tea gown, vagy tea ruha magyarul, de ezt csak a házi asszony viselhette. Ez Magyarországon egyébként viszonylag későn terjedt el. Magyarországon a délutáni teákat inkább 5 óra után tartották, főleg már a 20. században, amikor ezt a szokást bevezetik a hotelek, és egy igazi zenés társasági esemény lesz az esti órákban. A művészeti szalonok gyakran a délutáni teapartikból bontakoztak ki. Költőket, írókat, színészeket hívtak meg az eseményekre, hogy a kultúra is oda költözzön a forró tea mellé. Ha a teás csészénk fenekére nézünk, bizony, Kosztolányi Dezső szavai is eszünkbe juthatnak. Azt mondom, hogy minden csészetea egy önportré.